fóliabádok fedéseknél, amikor is egy horganyzott acélra PVC-t dolgoznak rá gyárilag, és a PVC szigetelést tudja fogadni, a toldásokra is figyelni kell. Tehát egy ilyen fóliabádok csík egy idő után véget ér, és jön a következő. És ezen helyeken pedig PVC-vel le kell szigetelni, tehát toldani. Tehát látható itt a kép közepén, hogy egy toldás sáv készül, egy toldás PVC sáv, amikor ezt a fémlemezt, ami igaz, hogy ugyan PVC van rajta, de szünet van benne, tehát van egy pár milliméteres hézag, azt a hézagot le kell tudni fedni. És az minden ilyen toldásnál, bármilyen következő toldásnál ugyanezt el kell végezni, legyen az a toldás bármilyen messze, bármilyen hosszú legyen az a fémlemez szál, a következő toldás egyszer elérkezik, és itt kell ezeket a toldásokat megoldani, lezárni.